Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok. Ez az Örömvilág podcast csatorna 127. adása. Egy rendhagyó epizód, amelyet Balin rögzítünk, és azért is rendhagyó epizód, mert ehhez képet is rögzítünk, és ez azt jelenti, hogy ha meglátogatod az Örömvilág YouTube csatornát, akkor képet is láthatsz. Most ehhez a körülbelül fél órás, háromnegyed órás beszélgetéshez, majd az azt követő 128. epizódhoz is. Farkas Erikával ülök itt Ubudban, a szállásunkon. Erikával együtt mi évek óta szervezünk közösen spirituális utazásokat Balira, és most Bali zártsága után végre márciusban megnyitott a kapuit a sziget, és ismét utazhattunk. Egy kisebb csoporttal érkeztünk ide, és azt gondoltam, hogy most szeretném megragadni az alkalmat, amilyen alkalmat egyébként már többször elszalasztottunk, hogy beszélgessünk egymással arról, hogy milyen Balin élni, mert hogy ő már 12 esztendeje itt él, és persze az is érdekelne, mert nagyon izgalmas a történet, és szerintem titeket is érdekelne, hogy vajon ő hogy került ide, és hogy lett egyébként balinéz lakos. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Erika. Köszönöm, hogy beszélgethetünk egymással. Tudom, hogy nem a kenyered az, hogy ilyen módon szerepelj, ezért is örülök, hogy elvállaltad. És nagyon köszönöm előre, hogy megosztod velünk azt a sok csodát, amit én mindig tátott szájjal és nyitott füllel hallgatok, amikor együtt utazunk. Elmesélnéd, hogy indult ez az egész balinész kalandod, és hogy kerültél a szigetre? Elmesélem, szeretettel köszöntök én is mindenkit, Farkas Erika vagyok, Balin élek, ahogy azt már Noémi mondta, 12 éve. Hát igazából nekem ez mindig ilyen érdekes, amikor megkérdezik tőlem, hogy hogy kerültem ide, én meg elmesélem, és nagyon sokan ezt ilyen csodával határos módon nézik és hallgatják. Én ezt nem így éltem meg nem így élem meg a mai napig, de nagyon szívesen elmesélem újra. 2009-ben jöttem ki legelőször Balira, Indonéziába. Ez egy teljesen úgymond véletlen választás volt. Én előtte soha nem jártam még Ázsiába, Balin se. Igazából nem is tudtam semmit Baliról se, csak annyit tudtam, hogy hinduk élnek itt. Van ez a különleges táncok, gyönyörűen ki vannak festve mindig, és kb. Ennyi. Közel van Ausztráliához, és kész. Na most, hogy mégis miért jöttem ide, hogy jött ez az egész? Én egy elég mély lelki válságban voltam akkor. Hát egy jó egy-két éven keresztül előtte, mielőtt kijöttem volna 2009-ben, valahol azt éreztem, hogy teljesen elhagytam magamat az úton, nem találom azt az embert, aki én vagyok, az önvalómat, a forrástól eltávolodtam, kiégetnek éreztem magam. Nem táplált se a munkám, se a magánélet, tehát mondhatni azt, hogy az egész életem akkor egy ilyen egy 0-0, egy semmi volt. Semmiben nem találtam örömömet, semmit. És tudtam azt, hogy igazából nekem az orvosság, a gyógyszer maga az az utazás. És azt éreztem, hogy nagyon durván el kell menjek valahova, minél előbb, minél gyorsan, és lehető legmesszebb Magyarországtól és Európától, tehát a mi jól megszokott kis nyugati kultúránktól, egy olyan közegbe, ami teljesen új számomra, és teljesen ezek az új érzések, új történések, új minden köti le a figyelmemet, és nem az én saját problémáimon agyalok egyfolytában. És én azt reméltem és vártam ettől az úttól, hogy visszatalálok önmagamhoz, megtalálom önmagamat újra. Úgyhogy a Bali az igazából a sziget választott engem, nem én a szigetet. Én egy utaskereső oldalra mentem föl, és elkezdtem nézegetni, hogy ki hova megy, mert egyedül még úgy nem igazán mertem nekivágni akkor, és több desztinációt láttam, ahova keresnek utitársakat, és a Balin az úgy megakadt a szemem. Kb. Velem egykorú hölgy keresett egy női utitársat Balira. És akkor írtam neki, összehaverkodtunk, megbeszéltük, jó, akkor menjünk Balira együtt, kész. És el is jöttünk, és nagyon-nagyon érdekes volt, hogy leszálltam a repülőről, kijöttünk már a terminálból, és megcsapott ez a tipikus Bali illat, amit te is ismersz, ami nem csak illat, mondjuk az, hogy Bali szag, tehát a kipufogogásztól elkezdve a rothadó gyümölcs, a faszénen sült húsnak a szaga, a virágillat, a füstölő, a mindennek az egyvelege, és a páratartalom, ez a majd 100%-os páratartalom. És akkor ez így hirtelen egy rám csapódott, így paf,
De azzal a lendülettel párhuzamosan jött ez az érzés is, hogy akkor megérkeztem haza. Ez a hazaérkezés feeling volt. És nagyon durván beszippantott Bali az első másodperctől fogva. Egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy csodával határos élmény volt rögtön az első éjszakak után szálltunk meg a barátnőmmel. És éjszaka volt, a medencébe csak kimentem, egyedül nem volt senki, és úgy elkezdtem lebegni a vízen, gyönyörű csillagos volt az ég, sötét volt. És azt éreztem, hogy így kezdek egyre inkább belőre menni magamba. Egy ilyen mély meditáció, alfa állapot, nem tudom én, nagyon durva élmény volt az egész. És olyan hirtelen gyorsasággal jöttek a felismerések, a gátok felszakadása, a válaszok, a minden, az így pak-pak-pak-pak-pak-pak, így egyik pillanatról a másikra. Iszonyat durván omlottak le ezek a falak, amik előtte éveken keresztül voltak. Ugyanis én mindig az az ember voltam, aki mindig mást és másokat nyomott, helyezett előtérbe, és én saját magamnak mindig csak az utolsó voltam. És ezt az ént akartam újra előtérbe helyezni, hogy nem, én vagyok a fontos, és újra. És akkor ez ott így meg is jött. Tehát itt tényleg nyomatok alatt, azon az egy éjszakán. Úgyhogy én iszonyat hálás voltam akkor Balinak, és a mai napig azért, mert ez egy ilyen nagyon durva, drasztikus felismerés volt. És akkor onnantól fogva a 3 hét, amit itt töltöttünk, na az már úgy telt, ahogy annak telnie kellett. Tehát ez a csak én, ez az egyszer élünk feeling kb. Ez a mindent ereszel a hajamat, dur bele, bum, és csináljuk, és éljünk. És nekem nagyon-nagyon tetszett Bali. Nyilván megnéztem, meg tágszemekkel néztem a hinduk felvonulását, az ünnepi ceremóniákat, de valahol mindig azt éreztem, hogy ez itt volt bennem mindig. Tehát nem úgy néztem rá, mint mondjuk a barátnőm, aki tényleg úgy nézett rá, hogy wow, wow, wow. Nekem ez a hazaérkezés feeling volt az egész inkább. És hát miért ugye az élet, amikor úgy mindent elengedsz, meg minden kitisztul, meg úgy visszatalálsz magadhoz, akkor teszi eléd azt az embert, vagy azt a dolgot, amit egész addig vágytál, de az az akarom volt, és amíg akarsz, addig nem kapsz. Amikor elengeded az akaromot, és na akkor kapsz. Na most nálam is ez kb. Így történt, hogy előtte éveken keresztül nekem a magánéletem az ilyen zéro volt kb. Semmi. És az utolsó napokban átmentünk Gilimanon Korallszigetre, ami Bali és Lombok között van, egy picike kis sziget, és akkor ott találkoztam a mostani férjemmel. Ez egy ilyen nem első látású szerelem volt egyáltalán. Ő feküdt egy ilyen nyitott barugába, egy ilyen kis nyitott pavilonba, éppen sziesztázott, hasán feküdt, nézelődött, mi meg arra sétáltunk el a barátnőmmel, és csak ez a szemkontaktus, tehát ez a mágnes. És én azt éreztem, úgy éreztem, hogy hogy mi ismerjük egymást, mi mindig is ismertük egymást, tehát olyan erős vonzalom, tényleg mint egy ilyen mágnes, úgy éreztem az egészet. Aztán így elhaladtunk mellette, és kész, így ennyi volt. És a délután folyamán kim voltunk a tengerparton, és egyszer csak fölbukkant, és jött, és akkor jött ismerkedni, hozott nekem bintangsört, hozott nekem brám, vörös, rizs, barna bort. Most a poén az egészben, hogy ő nem beszélt angolul, én nem beszéltem indonézül, úgyhogy ez kb. Ilyen pantomim szinten ment az egész kommunikáció. És aztán este együtt naplemente nézés volt, és hát mi másnap reggel jöttünk vissza Balira, tehát ez egy fél napot voltunk kb. Együtt. Semmi nem történt egyébként közöttünk, ennyi volt, pantomimozás és egy ilyen kis közelség és akármi. És bocsáss, mert nem muszáj kérdezni. Igen, látom, hogy... muszáj kérdezni, hogy ez az utolsó est, akkor érezted már, hogy ez valami sokkal több annál, mint hogy most valakivel együtt töltesz kellemesen egy estét, és nézitek együtt esetleg a nap lementét, vagy a csillagokat. Szóval az már ott volt az az érzés, hogy igen, ez az, amit én mindig is kerestem, és el akartad-e nyomni, ha esetleg ott volt. Erre nagyon kíváncsi lennék. Igazából úgy éreztem magam, mintha egy filmbe lettem volna. Nekem nagyon nagy kedvencem például a Part című film, Leonardo DiCaprioval főszerepbe, ami ugye Tájföldön játszódik a Fifi-szigeteken, és ott volt egy olyan rész, amit mi is megéltünk ott a Madéval az óceánparton, és erre csak
akkor jöttem rá, akkor vettem észre, és bementünk éjszaka a vízbe fürdeni, és ezek a világító kis planktonok, kis rákocskák, ezek ott úszkáltak körülöttünk, és kb. Abba úsztunk. És a Part című filmben is van egy ilyen, hogy Leo az új francia barátnőjével egy ilyen éjszaka így fürdik, hogy ott. És nekem ez úgy bevillant ez a film, de nyilván előtte is, tehát egy olyan érzésem volt, mintha nem is ebben a világban lennék, mintha ez egy ilyen álom lenne, egy mese lenne, egy nem tudom, és nem gondoltam arra, hogy én most holnap hazamegyek, és akkor vége lesz az egésznek, hanem ez a jelenben, ezt a jelen pillanatot totál átadtam magam a jelennek, és akkor ezt most így élvezzük ki 100%-ig, ameddig, vagy ahogy csak lehet. Örömvilág podcast, szerinted? Vonzalom, vagy az, hogy én visszajöjjek hozzá, vagy akkor még ez nem volt. Inkább egy ilyen nagyon izgalmas dolog volt az egész, de én nem gondoltam semmire, hogy úristen, most akkor velünk itt mi lesz, meg hogy lesz, meg együtt leszünk, vagy semmi ilyesmi. Akkor ott ez az adott jelen pillanat, együtt úszás, röhögtünk nagyokat, fröskültük egymásra a világító planktonokat, vagy mit tudom én, hogy ilyenekkel szórakoztunk. Úgyhogy igazából így ennyi volt. És aztán elmentünk aludni, ő a saját kis helyére, én a saját kis bungalomba, és hát másnap reggel, igen, egy kicsit olyan fájos szívvel, kicsit olyan keserédes, de nem csak miatta, hanem az egész, tehát hogy vége az egész utazásnak, hogy most akkor megyünk haza, vége ennek az álomnak, ennek a Balinak, ennek a Gilinek, mert Gili az teljesen más érzés, mint Bali, de nagyon-nagyon jó. És igazából hogy ez volt bennem, de aztán az utolsó éjszakát azt még Balin töltöttük, mielőtt hazautaztunk volna Csandidasz a városba, és én akkor kezdtem el igazából azt érezni, hogy azt hiszem én vissza szeretnék idejönni Balira, és én itt akarok élni. Tehát, hogy nekem ez így, ez a 3 hét ez nem volt elég. Nyilván, hogy nagy szerepet játszott bennem már, de is, hogy megismerkedtünk, és hát nagyon sokat nem tudtunk meg egymásról, sőt, tehát volt ebben egy ilyen izgalom, hogy szeretném őt sokkal jobban megismerni, hogy izgalmasnak tűnt nekem. Meg hát ugye ez a bali érzés, bali feeling, hogy hazaérkeztem, tehát én ezt így nem akartam elereszteni. Ugye én ismerem Madét most már jó pár éve, és hát ez nem az a tipikus balinéz, akit most esetleg elképzelnek a nézők, hallgatók, hogy milyenek a balinéz emberek, mert Madé magas. Madé a legjobb értelembe véve olyan nyerserő, tehát azt hiszem, hogy a mi fogalmaink szerint is, ezzel tudom, hogy nem bántalak meg, ha ezt mondom, hogy ez a vadember igen, feeling teljesen, és igen, hogy teljesen ki van tetoválva, ugye gyönyörű szép barna, sötét barna bőre van, és ilyen nagy bozontos haja van, láttam egész nagy hajjal is, te ugye, ha minden igaz, amikor megismerkedtetek, akkor talán még rasta haja volt. Igen, tehát, hogy ő azért, egy jelenség, és azért te jöttél Magyarországról, és az európai kultúrából, meg az európai értékítélettel, vagy ízléssel. Mi volt az, ami annyira megfogott benne? Tehát annak ellenére, hogy nem tudtatok beszélgetni egymással, tehát ahogy mondtad, ilyen jelnyelvvel, meg pantomimmal kommunikáltatok, mert nem volt közös nyelvetek akkor még. Mi volt az, amit megéreztél benne, amikor elkezdted megengedni magadnak azt, hogy még jobban kapcsolódj? Hát pontosan ez a vadsága, és pontosan ez a nyersessége. Én mindig is sokkal inkább szerettem, vonzottam azokhoz az emberekhez, akik 100% őszinték. Nem szeretem a játszmákat, nem szeretem az állarcokat. Kerek-perec, ami van, ami a szívünkben, azt mondjuk ki. És a Madé az pont ilyen. Tehát ő aztán meg végképp soha nem játszmázott. Meg se próbálta, nem is akar, nem is tudja szerintem, hogy mi az, mert ő benne annyira ez a nyersesség, ez a természetesség, ez a élünk és kész, és most nem az, hogy azt csinálok, amit akarok, nyilván, de ahogy szeretné, amit ő szeretne, azt ő csinálja, és nem érdekli igazából, hogy a körülötte lévő embereknek most ez úristen mit szólnak hozzá, vagy kinek tetszik. Nem az, hogy tesz rá nagy évben, nem is gondolkozik ezen, tehát ő éli az életét, kész. És igen, kicsit olyan nyersnek tűnik, kicsit olyan vadnak tűnik ezáltal, de nekem ez tetszett meg benne, én nekem ez volt az. Meg hát az, hogy teljesen, tehát én nem azért jöttem ide, hogy én itt most fiút fogjak magamnak, vagy én most párt találjak magamnak, tehát én pont azért jöttem ide, hogy saját magamat találjam meg újra,
a legutolsó gondolat volt. Nem is volt gondolat, hogy én itt most valakit akarok. De, és nem is igazán tetszettek nekem az itteniek. Tehát a 3 hét alatt, akikkel nem vonzottam egyikhez se. Viszont mondom, ő ilyen, valahogy teljesen más volt ez a karakter, és nekem nagyon-nagyon egzotikus volt az arca, a szeme. Tehát a szeme az beszélt folyamatosan. Hát a mosolyában meg el lehetett olvadni. Gyönyörű hófehér fogsor, úgyhogy igen, barna bőr, teljesen más tapintású a bőrük egyébként az indonézeknek is, sokkal, mintha sejmet simogatná, tehát szőrzet az így alig van. És igen, ez a hatalmas, hosszú rasztahaj, én ezt mindig is szerettem, az ilyen rasztahajak, meg mit tudom én, bobbáli sapkával fűszerezve, tetoválás, stb. Tehát nekem ez így nagyon, ez tetszett a szememnek. Uh-huh. És aztán eljött az utolsó nap, és el kellett menni haza. És mondtad, hogy ott már kezdted érezni azt, hogy ide azért valami téged vissza fog hozni, vagy vissza fog hívni. Hogyan folytatódott ezután a történet? Amikor hazamentél, akkor mi történt? Hát igen. Tehát én már úgy ültem föl a repülőre, én még itt Balin a terminálon belül én vásároltam egy ilyen bali, hát nem kifejezetten balinés zene CD-t, azt hiszem Buthabár, vagy hogy hívják ezeket, egy olyan CD-t, ami kifejezetten így bali volt, tehát ilyen ilyesmi stílusú zenék voltak a CD-n. Azt így megvettem, és a gépen ülve hazafele, én, hát akkor én így belülről sírtam, még csak egyelőre, ez a honvágy. Tehát már a repülőn ide-vissza honvágy. És aztán, amikor megérkeztem haza Magyarországra, mi februárban mentünk annó, február 14-én, Valentin napkor, úgyhogy mikor hazaérkeztük, akkor otthon még hideg volt, meg kopaszfák, meg tehát ez a úristen totál ellentéte Balinak, meg ami ugye itt volt. És már ez olyan elég depresszív érzésként hatott rám, és aztán ültem otthon, nézegettem a fényképeket a laptopon, és hallgattam ezt a zenét, CD-t, amit itt vásároltam, és nagyon sokkal elkezdtem bőgni. De az Istenem, mit csinálok én itt? Körbenéztem az üres szobámban, kinéztem az ablakon, a kopaszfákra, meg a mindenre, és úristen, nem, vissza Balira. És talán akkor volt ez a pont, hogy jó. Most akkor én már tényleg biztosan tudom, hogy vissza akarok menni Balira. Most az volt a probléma, idézőjelben, hogy mi a Mádéval nem cseréltünk semmilyen kontaktot. Ez 2009-ben volt, akkor azért még a Facebook az még csak kezdetgetett. Én talán még fenn sem voltam akkor a Facebookon. Nekem volt egy e-mail címem, meg volt egy telefonszámom. És a Mádénak meg volt egy telefonszáma, tehát ők ott Gili-szigeten, Korall-szigeten ott nem neteztek, meg nem foglalkoztak ilyenekkel. És akkor úgy voltam vele, hogy úristen, nekem meg kéne találni ezt az embert, tehát ez nem kéne ezt csak így parlagon hagyni az egészet, görgessük tovább a sztorit, nem hagyott nyugodni ez az egész. És akkor leültem a laptop elé, Google, beírtam, hogy Gili Menó, és akkor amilyen szállásokat, S2, tehát akkor még nagyon-nagyon kevés kis szállás volt, egy ilyen diving center volt talán, és nem is tudom, 3-4 helynek írtam, akiket így megtaláltam. És akkor megírtam neki, hogy ki vagyok, bemutatkoztam, most érkeztem haza a Giliről éppen, és ott megismerkedtem egy Made nevezetű fiúval, így meg így néz ki, itt van tetoválása, bobbál és apkája van, azt hiszem ebbe a kávézóban dolgozik, és őt keresem, és kész. És hogyha találkoztok vele, vagy tudjátok ki az, vagy látjátok, akkor léci, mondjátok meg neki, hogy én keresem, és ez a telefonszámom, ez a mail címem, és jelentkezzem. És akkor egy szállástula írt vissza, hogy jaj, de cuki, meg jaj, természetesen, igen, hogy továbbítom az üzenetedet a staffomnak, akik a hotelben dolgoznak, és meg fogják találni neked Madét. Sok sikert kívántak. De jó, és akkor telt múlt, azt hiszem 2 nap telt el. Hétfő reggel bekapcsoltam a telefonomat, hogy akkor indulom megint munkába, mennek újra a szürke hétköznapok. És ahogy bekapcsoltam a telefont, az elkezdett őrület módjára pityegni, nem tudom én hány pityeg, mondom, mi van, megnéztem, hogy megőrült a telefonom, vagy mi az Isten, és nem, üzenetek Madétól. Úr, Isten, mondom, megtaláltam a tűt a szénak, azonban nem hiszem el a világ másik oldalán.
És hát először így nehéz volt értelmezni, hogy mit akar közölni, mert ő ugye nem beszélt angolul, de próbált angolul írni. Na most úgy írt, hogy ilyen hallás útján, ahogy gondolta, hogy le kell írni, azt ő leírta. Semmit nem értettem belőle. Először néztem, hogy mi ez a hieroglif, ezt most milyen nyelven írta, mire nagy nehezen azért úgy megfejtettem. Na hát majdnem a 100% az csak arról szólt, hogy hi honey, how are you, I miss you so much, meg mikor jössz vissza, meg nem tudom. Jézus Isten, oké. Akkor elkezdtünk kommunikálni, és utána azzal a lendülettel, akkor én már úgy voltam vele, hogy jó, akkor amilyen irányba el lehet indulni információszerzés gyanánt első körbe, hogy lehet ide kitelepülni, itt élni, és akkor írtam első körben az indonéz nagykövetségnek Budapestre. Aztán próbáltam fórumokat keresni, akkor még nagyon kevés volt, nagyon gyatra, majdnem semmi info volt fönn a neten. Találtam egy-két akkor itt élt magyar embert, akikkel beszélgettem, akik vegyes házasságban éltek akkor már itt. Nagyon kedvesek voltak, válaszoltak, beszélgettünk, és igazából az indonéz követségtől, Budapestről kaptam egy olyan infót, hogy hát miért nem próbálom meg a Dharmasiswa nevezetű ösztöndíjat, hogy ez egy nagyon jó lehetőség igazából bárkinek a világon. Nem kell nekem, hogy én még mindig akár egyetemista vagy bármilyen tanuló legyek Magyarországon, annyi volt a feltétel, hogy 35 év alatt legyek, és azért angolul valamilyen szinten azért beszéljek. Mm. És akkor ez egy ösztöndíj volt, meg lehetett pályázni. Egyébként nagyon sok magyar szokta megkapni, meg kelet-európaiak, úgyhogy szerintem mi szoktunk a legtöbben jönni ide. És nyelvet lehet tanulni, kultúrát, tehát indonéz nyelvet, kultúrát, most már még több mindent, fotózástól, művészettől elkezdve bármit, turizmust is most már állítólag lehet tanulni. Na mindegy, akkor még csak elég korlátozott volt, én a nyelvre és a kultúrára mentem rá, azt ajánlották, hogy annak van nagyobb esélye, hogy megkapjam. Megpályáztam, és hát egy jó 3/4 év múltán jött az eredmény, hogy ugye a következő évre kikapta meg. Na most azért megkaptam, de az idő alatt én még kijöttem kétszer. Azt hiszem, még kétszer kijöttem Indonéziába. Madéhoz akkor már célirányosan. Muszáj kérdeznem. Jó. Muszáj kérdeznem. Milyen volt a második találkozás, amikor visszatértél, és már hozzájöttél mm-hmm. vissza? Most tiszta romantikus hangulatba kerültem egyébként. De ahogy elmondtad te is az első szemvillanást, meg ahogy beszélsz róla, hát azért igen, abban érződik az energia. Szóval milyen volt az, amikor leszállt a repülőd újra, és újra Balin voltál, és végre találkoztatok? Hát nagyon-nagyon izgultam, és nagyon-nagyon vártam a vele való találkozást. Azt beszéltük meg, hogy Gilimanó szigetén fogunk találkozni, ő ott fog rám várni. Na most nekem, ahogy a gép, meg minden érkezett, nem tudtam egyből átmenni Gilire, nem is lehet mai napig, tehát általában délelőtt indulnak oda a hajók, na most én késő éjjel érkeztem, tehát nekem egy éjszakát még itt el kellett töltenem Balin. Teli hód volt, erre emlékszem azon az éjszakán, nem aludtam egy másodpercet se, kint voltam egész végig a teraszon, akkor is Csadidaszájba szálltam meg, óceánparti szállás volt, úgyhogy előttem az óceán, fölöttem a telihold, én meg egy ilyen függőágyba ott hintáztam egész éjjel a teraszon, és már minden bajom volt, hogy legyen már reggel, és menjünk, úszunk már át a hajóval a másik szigetre, ami egyébként, tehát már de ott integet, tudom, hogy ott van, és most még elválaszt egy kis óceán részecske. Na mindegy, és akkor reggel lett, átmentünk hajóval, illetve átmentem hajóval, és néztem a kikötőt, kerestem, elég sok turista leszállt, nagyon sok helyi ott várakozott, és nem találtam, és mondom, ezt nem hiszem, hát hol van ez az ember? És ugye én azt az embert kerestem, azt a képet, akitől elbúcsúztam. Tehát egy Bob Marley sapkás, egy félpucér, egy ilyen-olyan akármi, és ilyet én ott nem láttam, és egy olyan ember maradt a végén, valahol hátul, szerényen, félve, megbújva, nagyon picike, rövid, fekete göndörhajjal, hatalmas fekete napszemüvegbe, fekete pólóba, és így néztem, és mondom, ez most ő vagy nem ő? És aztán kiderült, hogy ő az, de engem egy kicsit úgy sokkolt a látvány, mert teljesen máshogy nézett ki, mint ahogy ugye elváltunk.
Nyilván örültem neki, de ideges voltam, oda mentem, ő még idegesebb volt, mint én, és annyira béna volt, hogy az első találkozás, hogy ez a kb. Ez a hello, szia, de meleg van, tehát majdnem, hogy kb. Így. Közben mindöket majd szét robbantunk az örömtől, meg az izgatottságtól, és akkor kb. Ilyen hangulatban mentünk a szállásra, amit ő lefoglalt. És hát igen, ahogy itt teltek a percek, már akkor ment a összeröhögés, összekacsintás, ez a jaj, akkor már megölelt, hú, akkor engem megérezett a hideg, Jézusom, hozzám, ért újra, Isten, tudod. Szóval igen, ez így érdekes volt így újra látni egymást. Egy hónapot voltam akkor itt, és azt úgy terveztük, ő be akart engem mutatni mindenképpen az ő családjának, akik egyébként Lombok szigetén élnek. Ő ugyanolyan balinész hindú, mint akik itt élnek Balin, és a családja is, csak hát nem tudom, 100 évvel ezelőtt átvándoroltak innen Baliról, a családjának egy része Lombokra, Mataramba a főváros, és ott vettek földet, és akkor ott egy ilyen kis komuna, balinész komuna van most már, elég sokan élnek, és hát ugyanúgy ápolják, őrzik a balinéz hagyományokat, csak Lombokon élnek, de ugyanolyan balinéz hindu. Hadd kérdezem. Okay. Millió kérdésem van. Az, hogy a családjának már akkor be akart mutatni, azért az meg komoly szándék, nem? Tehát most már tudod, mert itt élsz 12 éve Balin, hogy azért a balinézek nem visznek haza fűtfát. Nem mutogatják meg anyunak, apunak azt, hogy hát most ő a barátnő, most ő a barátom, az ez egy komolyabb dolog, nem? Hát, hogyha egymás között ismerkednek, akkor igen. De itt, mivel én nyugati ember vagyok, fehérbőrű nyugati ember, ugye ez itt kuriózumnak számít, és ők ezzel büszkélkednek, és ha nem is csak a párkapcsolatról beszélünk, hanem bármi másról, elmegyünk itt egy nevesebb turista látványossághoz, Tanalothoz, vagy akárhova, ahol azért elég sok turista van, és ha mondjuk vannak olyan helyi turisták, akik mondjuk Jáváról jönnek át, ahol mondjuk kevesebb a nyugati turista, akkor ők egyből oda rajzanak a nyugati turista köré, egyből leszólítanak, és ők fotózkodni akarnak, nagyon barátságosok, nők is, férfiak is. Tehát nekik az, hogy nyugati ember közelébe kerülhetnek, úgymond, vagy egy közös fotó, vagy bármi, de ők azt már utána úgy adják elő, abban a pillanatban a közös fotó az már fönt van az ő Facebook profilján, és te úgy vagy bemutatva az ő barátainak, meg családjának, hogy my best friend, a legjobb barátom. Szóval nekik, és akkor igen, ebből kifolyólag az is, hogy ő minden áron engem be akart mutatni a családjának, hogy hát nyugati barátnő, úristen, nyugati barátnő. Most ez nem volt olyan nagy szám, úgymond már a családjának, mert az ő unokatestvére és a bátyja is ausztrál nőket vettek el feleségül, nem tudom, már 20 évvel ezelőtt, de ők Ausztráliában is élnek. És így én minden harmadik nyugati bekerültem a családba, már nem voltam akkora nagy szám, de nagyon kedves a családja, tehát abban a minutumban, hogy én oda tettem a lábamat, ők már engem úgy kezeltek, hogy én családtag vagyok, nagyon barátságosak voltak, mindent hoztak oda, amit csak akartam, amit csak szerettem volna. És nem vártak el semmit, mert azért tudom, hogy itt vannak olyanok, meg hallottam olyan sztorikat, hogy ugye úgy néznek a nyugati emberre, hogy fejős tehén, meg ATM, automata, és akkor erre kell, meg arra kell, meg mindent kitalálnak, hogy mire kell a pénz, és akkor azt majd a nyugati ember kifizeti. Most a Mada családját most már 13 éve ismerem, elég nagy családja van, 13 év alatt soha egy petákot, semmit nem kértek tőlem, tehát. És ti onnantól fogva akkor hivatalosan egy párként működtetek, és az már azt jelentette, hogy te maradtál is Balin, és soha többet nem költöztél vissza Magyarországra? És egy picit, hogyha lépegetünk előre az időben, akkor még felteszem a következő kérdést, mert hát mivel Balira azért korlátozott csomagmennyiséggel jöttünk, nem tudtunk millió mikrofont meg mindent hozni, úgyhogy adogatjuk egymásnak, de az is a kérdésem, hogy aztán hogyan ment tovább, hogyan lettetek ti házaspár, és hogyan alapítottatok családot? Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Jó, kicsit felpörgetem a történetet, mert egyébként tényleg millió szálon lehetne még ezt futtatni.
Itt voltam egy hónapot, belettem mutatva a családjának, tök jó volt minden. Visszamentem Magyarországra, fél év múlva rá megint kijöttem 2 hétre, és rá pár hónapra megkaptam az ösztöndíjat, és akkor 2010. augusztus 17-én én kiköltöztem Indonéziába. Nekem otthon, én Székesfehérváron éltem előtte, a Videótonon belül egy elektronikai cégnél dolgoztam, akkor már 8 éven keresztül, és igazából édesanyámmal éltem együtt, tehát tulajdonképpen én csak annyit csináltam, hogy ott hagytam a munkahelyemet, amit már nagyon régen ott akartam hagyni, és bepakoltam a bőröndömet, aztán jöttem, és kész egy bőröndel. És akkor, hát ugye én 2 éven keresztül akkor tanultam, mert megnyertem ugye ezt az ösztöndíjat, és akkor egyetemista voltam Észak-Balin én Szingarajdzsába, az Undixa egyetemen, és nyelvet tanultam, rengeteg nemzetközi csoporttársam volt, nagyon jó fejek voltak, magyarok is, de világ minden tájáról jöttek, nagyon-nagyon jó kis társaság volt. A Made az már akkor ott élt velem, tehát ez így lett megbeszélve, hogy én visszajövök, akkor ő átköltözik Balira, Lombokról, és akkor elkezdjük a közös életünket, és ő tulajdonképpen egyébként így tanult meg angolul, hogy ő folyamatosan ott volt velünk, és ugye mi állandóan angolul beszéltünk, mert hát vegyes nemzet mindenki, és csak az angol ment. És ő folyamatosan ott ült, és hallgatta, és hallott, nem is tudom, 3-4 hónap múltával folyékonyan már ő is nyomta. Írni nem tud még a mai napig normálisan angolul, mert hallás után tanulta az angol, de hát most meg aztán meg pláne, tehát már bármiről. Úgyhogy én 2 éven keresztül akkor ott tanultam, és tanulói vízummal voltam itt akkor. Tehát aztán ez ugye kezdett lejárni 2 év után. Na most a Made az már az első, persze az első találkozásunkkor 2009-ben, amikor Kilimanjaron találkoztunk, ő már azzal jött 10 perc után, hogy gyere hozzám feleségül. Hát én ezen akkor átröhögtem, mondom, te hülye vagy. Hát azt se tudjuk egymásról, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mert nem. Na most ezt utána 2 éven keresztül nyomta nekem folyamatosan, hogy de hát házasság és mikor és különben is. Nekik ez egyfajta, nem azt mondom, hogy követelmény, hogy meg kell házasodniuk, de a balinézek azt tartják, hogy akkor lesz egy férfi igazán férfi, hogyha megnősül és családja lesz, gyerekei. Akkor lesz igazából hasznos tagja a falu közösségnek. Úgyhogy ezt így nagyon erőltette, és aztán én meg így gondolkoztam a végén, amikor kezdett lejárni a tanulói vízumom, és úgy voltam vele, hogy igazából akkor jó, kössük össze a kellemest a hasznossal, akkor házasodjunk, mert akkor kell nekem egy családi vízum, és akkor tudok maradni. De egyébként persze, tehát szeretném is volna hozzá menni feleségül, és az tökő helyes volt, mikor már 8 millió módjára kérdezte meg tőlem, hogy és akkor hozzám jössz már? És egyszer csak azt mondtam, hogy igen. És akkor nem hitt el, így nézett, visszakérdezett, vagy 5-ször, mit volt-e? És komolyan, most tényleg? És akkor igen, na, hát csináljuk már, ezt szórakozzunk, tudod, hogy legyünk túl, hát ez kész. És hát kb. Tényleg így zajlott, egy hónap alatt megszerveztük igazából, itt nagyon nem kellett, vagy nem kellett szervezgetni. Azt kell leginkább megszervezni, hogy mikor legyen kinézni a napot, de ezt nem mi döntjük el, tehát ugye itt már túlván bejátszik a balinész kultúra. Itt ugye az úgynevezett balinész naptárból nézik ki azokat a szerencsés napokat, és nem én nézem ki, nem ő nézik ki, hanem a hindu főpap, hogy melyek azok a napok, amelyek szerencsések mondjuk egy házasságra. És akkor ő belőtte ezeket a napokat, mi megadtuk kb-re, hogy mikor szeretnénk, ő megnézte, és akkor kibökte, hogy ezen a napon. Úgyhogy onnantól fogva az egész család, már a Made családja erre készült, felajánlások, meg sült malac felajánlásként ez is, meg a házi templom, ugye itt Bali minden háznak, minden épületnek van saját házi temploma, és maga a házasság is az nem anyakönyvvezető hivatalba történik, hanem a balinézeknél a családi háznak a házi templomába, oda jön ki a főpap több száz vendéggel, és akkor ott történt igazából egy igazi balinéz esküvőnk volt.
ami megint egy érdekes sztori volt, mert senki nem mondta el nekem, hogy mikor mi fog történni, ugyanis ez tele van rituálékkal, tehát azon felül, hogy oké, a pap összeadott minket, de az összeadás is úgy történt, hogy egy közös imádság volt igazából, rengeteg felajánlással a házi templomba, és a végén megáldott mindkettőnket. A vendégsereg meg kinn az udvaron állt, és hát ugye svédasztalos ebéd, meg tánc, meg minden volt, és mit akartam mondani? Ja igen, hogy senki nem mondta el nekem, hogy mi fog történni, hogy fog történni. Hiába kérdeztem a balinézeket, ők csak ez a legyintés, ez a házasság, jó. És a Made bátyának a felesége, az ausztrál hölgy, Lila, itt volt akkor. Na és akkor ő mondta el nekem, hogy mi fog történni, miután mi következik, és stb. Stb. Tehát egy nyugati nő mesélte el nekem, hogy hogy fog lezajlani az én balinéz esküvőm, nem a balinézek. És hát igen, tele volt rituálékkal, de ezek főleg inkább ilyen tisztító rituálék voltak, hogy ugye rituálisan, szimbolikusan úgymond megtisztították a Madét is, engem is, egyesével aztán mind a kettőnket, csak utána léphettünk be a házi templomba, akkor úgy lettünk összeadva. Ez az azt jelenti, hogy már akkor neked át is kellett térni a hindu balinéz vallásra? Tehát ez feltétele volt a házasságotoknak? Igen, ez feltétele Indonéziában, a házas feleknek egy vallásúaknak kell lenni. Na most ugye Indonézia a világ legnagyobb muszlim országa, ezen belül Bali az egyetlen olyan sziget, ahol hinduk élnek, balinész hinduk, a lakosság kb. 90%-a itt ez balinész hinduk, és mivel patriarchális társadalom van Indonéziában, tehát férfi követő, így általában mindig a nőnek kell követni a férfi vallását és fölvenni, pláne hogyha nyugati kevert házasságról van szó. Úgyhogy igen, ez feltétele volt nekem is, hogy házasság előtt először fel kell vennem a balinész hindu vallást. Na most ez úgy történt, nem csináltak ebből nagy cécót igazából, hanem maga az esküvő napján ott háznál, azzal kezdődött az egész, már gyönyörű, már kijöttünk a szalomba kezdtünk, beöltöztettek minket balinéz ruhába, ki lettünk festve, már de is kicsit ki lett festve, ez itt szokás, hogy a férfiak is kapnak egy kis minket, és akkor ott volt egy férfi, egy ilyen egyházi irodából, nem pap volt, ezt tudom, nem tudom pontosan milyen titulusa volt neki, egy egyházi irodából egy személy volt, és akkor tulajdonképpen ő avatott fel úgymond engem balinész hinduvá, ami abból állt, hogy egy fogadalmat kellett utána ismételnem, balinéz nyelven mikrofonban, nem tudom hány száz ember előtt. Na most én nem beszélek balinézül, mai napig se, én indonézül beszélek, ez két különböző nyelv. És az, hogy én mikrofonban beszéljek balinézül, azt se tudom, hogy mit, azt se tudom, hogy miről szól, és előttem ott ül, nem tudom, a 300 balinéz ember, akik ekkora tágszemekkel néznek engem, mert ugye a nyugati nő házasodik balinéz ruhába, Jézus Mária, tehát ez egy hatalmas kuriózum volt. Tehát azért nem kicsit volt bennem para, meg félelem, és emlékszem, volt egy ilyen vicces rész az egészben, a Made bátya Ausztráliából hozott egy üveg Johnny Walkert, így ajándékban, nem, nekünk csak így hozta. És nekem egy hatalmas fejdísz, az már fönn volt a fejemen, vagy fölépítették azt a koronát, mert azt nem egybe rakják, hanem ilyen szálakkal díszítik, építik föl igazából. Iszonyatosan súlyos, nehéz volt, tehát a fejemet azt nem tudtam csak előre egy kicsit megdöntve tartani egyfolytában, hogy ne csapódjak folyamatosan hátra vagy oldalra. És annyira ideges voltam, meg a Made is, hogy úgy voltam vele, hogy nekem meg kell csapolnom azt a Johnny Walkert, legalább egy feles, de lehet, hogy kettőt, hogy úgy kicsit lazuljak, mert ez így nem fog menni. És akkor mondom, még most fogok balinézül beszélni, olyan nyelven, amit életemben nem beszéltem mikrofonba. De mindegy, és akkor kitöltöttük kis feles pohárba, de azt most hogy fogom mondom ledönteni? Hát a fejdísztől nem tudom mozgatni a fejem, nem baj, szívószál. Úgyhogy Madéval egyszerre kettőt fölhörpint, utána oké, most már mehet a buli. És akkor utána már tök jól elvigyorogtunk, folyékonyan beszéltem balinézül is a mikrofonba, úgyhogy már semmi probléma nem volt. Úgyhogy igen, fel kellett esküdnöm úgymond a három balinéz, nem is balinéz, hindu istenségre, ahogy a triumvirátus Brahma Vishnu Shivára, hogy hiszek a reinkarnációba, és hogy követem a rituálékat, a balinéz rituálékat. Úgyhogy igazából ennyi volt ez az úgynevezett balinéz hinduvá avatásom,
és akkor utána történtek ezek a rituális tisztítások. Hát ezt úgy lehet elképzelni, hogy száraz kókusz héjat füstöltek, égettek, ez szimbolikusan tisztítja a teret, a füstöt folyamatosan ránk legyezték, tehát minket is tisztítottak vele, mindenféle jeleket, védőjeleket, szimbólumokat rajzoltak a tenyerünkbe, magvakat szórtak, annyi minden volt, és a balinézek zömmel nem is tudja, hogy mi a jelentése, mi a szimbóluma, én kérdezgettem, de nem tudják rá a választ, ők csak csinálják, ők ebben benne vannak évszázadok óta, nem is kérdezik, hogy mit, miért, és ezek után léphetünk akkor csak be a templomba, és akkor egy közös ima össze lettünk adva, és aztán amikor kiléptünk a házi templomból, akkor már úgy lettünk bemutatva, hogy férj és feleség, és akkor mi is tudtunk enni, kicsit lazulni, úgyhogy ennyi volt igazából. És most már azért családotok van, balinéz értelemben is, mert úgy van egy 5 éves kisfiútok, Márkusz. Ő tudatos tervezés után érkezett az életetekbe? Tehát így szerettétek volna, vagy így alakult? Hát gyereket mindenképpen szerettünk volna, mindenképpen akartunk. Vicces sztori megint, hogy már de, mikor megismerkedtünk, ő egyfolytából arról beszélt, hogy ő minimum 5 gyereket akar, minimum 5-öt. Hát mondom, hogy 5-öt azért én nem, meg garantálni is tudok neked, de persze 1-2-t én is szeretnék. Nem volt tervezett, hanem szerettünk volna mindenképpen, de nem volt betervezve, hogy most mikor, és 5 évvel ezelőtt született meg, így jött össze. Gedé Márkusz Putra Farkas ez a neve, tehát megkapta a balinéz nevet, meg hát kapott egy nem magyar, de mondjuk egy nemzetközi nevet, és hát megkapta a Madénak is, illetve az én vezeték nevemet is. Most a Gedé az azt jelenti balinézű, vagy hát nem is balinézű, hanem ebbe a kultúrkörbe, hogy az első szülött fiú, úgyhogy ezért mindenképpen Gedé lett a neve, de igazából csak az idősebb balinézek hívják őt Gedének, mindenki más Márkusznak hívja. Úgyhogy így lettünk végül egy család. Hmm. És hogy működik most ez a család? Mert hogy akkor, ha jól értem, akkor ugye van egy angolul valamennyire, most már egyre jobban beszélő férj, van egy magyar, de angolul jól beszélő feleség, és akkor van a balinéz nyelv, van az indonéz nyelv, és van egy gyerek, aki egyébként egy nemzetközi közösségbe jár óvodába. Hogyan oldjátok ezt meg a mindennapok szintjén? Hogyan kommunikáltok egymással? Hát mix nyelv van egyértelműen. Az alapnyelv az az angol, amit használunk leginkább. Ugye azt hallja a gyerek is otthon, angolul beszélnek vele az óvodába is. Az volt az első nyelv, amit leginkább magába szívott, meg elkezdett azon a nyelven kommunikálni. Én csak magyarul beszélek hozzá, mindent megért magyarul az ég egyet a világon, viszont angolul kommunikál velem is. Pár szót beszél magyarul, szerintem azokat a szavakat, amiket nem tud angolul, azt magyarul tudja, azt mondja magyarul. Hát az apja is angolul beszél vele, ami nekem egyébként egy szívfájdalma, mert attól függetlenül, hogy folyékonyan beszél angolul már a Madé, de azért nyelvtanilag, meg akárhogy helytelenül mondja az angolt, meg sokszor kiejtésbe is, és nem indonézül beszél hozzá, illetve nem balinézül, és ezzel úgy szoktam vele azért úgy veszekedni, meg rápirítani, hogy de hát itt élünk Indonéziában, indonéz vagy balinéz vagy, miért angolul beszélsz hozzá, beszél hozzá indonézül. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy most így, hogy 5 évesen a fiam, hiába itt élünk Balin Indonéziában, az indonéz nyelv az, amit a legkevésbé ért, és a legkevésbé beszél, és az angol az, amit a legjobban, a magyar meg középen van. De egyébként abszolút mix nyelvben beszélünk. Nagyon sokszor én is a Madéval, hát van, amikor indonézül, ha úgy jön, de valamikor megkeverjük az angolt az indonézzel. Ő is beszél kicsit magyarul pár szót, úgyhogy teljesen mix az egész. Káosz, csak mi értjük. Eszembe jutott, hogy mindig mondja, hogy Korda György. Igen, ő a Korda Gyuri. Igen, mert van valami, olyan haja. Olyan haja volt, hogy kicsit, mintha hasonlított volna rá. Hú, vég nélkül lehetne erről szerintem beszélni. Nem is fogjuk ezt most teljesen befejezni, csak felfüggesztjük egy hétre a hallgatók és a nézők számára, és aztán folytatjuk a beszélgetésünket Farkas Erikával itt Balin arról, hogy vajon milyen a balinéz kultúra, hogy élnek a balinéz emberek. Szerintem kimeríthetetlen ez a téma. Ugye mi már évek óta dolgozunk együtt Erikával, közösen
csinálunk itt spirituális utazásokat, és én akárhányszor hallom azt, amit te mondasz a csoport tagjainak, a résztvevőknek, mindig hallok újat, mindig hallok valamit, amit még nem hallottam, mindig hallok valamiről sokkal részletesebben, és mindig van valami, ami megint megmutat egy újabb és újabb szeletet Bali végtelenül gazdag kultúrájából. Úgyhogy arra vállalkozunk, hogy a következő héten, a 128. adásban majd erről fogunk beszélgetni. Kedves hallgatók, kedves nézők, köszönjük szépen a figyelmet! A YouTube csatornámon, az Örömvilágon tehát képpel lehet követni ezt a podcastet, aki pedig az appokban követ és az appokban hallgatja, annak a képet most mellőznie kell. Egyébként a szállásunk teraszán vettük fel, azokkal az eszközökkel, amelyeket Páron Dénes kicipelt magával ide Balira, szigorúan betartva a 7 kilós kézi podgyásznak a kereteit, úgyhogy ezért adogattuk a mikrofon. Nagyon örülök neki, hogy egyáltalán ez létre tudott jönni, mert már nagyon szerettem volna, de nem olyan egyszerű Balin csendet találni. Azt hiszem, hogy Balin belső csend van, és ennyi. Igen, belső csend van, Balin külső csendet ne is keressünk, ez nem az a hely. Mi a kabócák folyamatosan mondják a magukét, hol hangosabban, hol halkabban, csiripelnek a madarak, éppen valahol építkeznek. Bali az ilyen, de mi ilyenek szeretjük. Úgyhogy folytatjuk egy hét múlva. Köszönöm, Erika, okay. És köszönöm a figyelmet mindenkinek. Ez volt az Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilag.hu.